az Urat dicsérni és jó az ő nevét felemelni. És nagyon hálás vagyok azért, hogy közösséget gyakorlatunk egymással is. Hallgathatjuk Istennek az élő igét, amely szól hozzánk. És annyira hálás vagyok, hogy ha nem vagyok itt is, Istennek ugyanaz a lelke munkálkodik többekben. Mert ha emlékeztek, vagy éppen itt voltam a múltkor, amikor volt vendégünk, három különböző szolgálat is volt, és nem kértem meg őket, hogy miről prédikáljanak, és mégis azt látjuk, hogy Isten egy olyan tökéletes egységben beszél a gyülekezetről. És beszél arról, hogy mennyire fontos, Krisztusnak a teste, hogy tudjon növekedni, tudjon helyreállni. És tudjátok, nagyon szeretnénk azt, hogy minél gyakorlatiasabban és jobban tudjon működni a gyülekezet, minél erőteljesebb tudjon lenni a gyülekezet. De ehhez ezeket a nagyon komoly alapelveket le kell fektetnünk és Én hiszem azt, hogy ha Isten igéje az életünknek az alapja, akkor semmi nem tudja megrendíteni. Emlékeztek valószínűleg erről beszéltünk, vagy többekkel beszéltünk, van most egy ilyen videó, ahol beszél egy ember egy amerikai lelkipásztor az ő álmairól, hogy milyen nagy nehézségek, próbák jönnek majd most novemberben, és igazából azt mondja, hogy készüljünk fel, és a felkészülésünknek két fontos elemét kiemeli többek között. Az egyik az, hogy fegyverkezzünk fel, a másik pedig az, hogy minden pénzünket váltsuk aranyba, mert ez fog bennünket megmenteni. Én egy kicsit másképp gondolkozok erről a dologról. Hál' Istennek nem sok embernek van fegyverűségési engedélye Magyarországnak, Magyarországon, is ez reményem szerint nem is fog változni. A légpisztolya meg sok mindenre nem tudunk menni, hogyha támadások vannak, amit lehet engedély nélkül, vagy az airsoftot, vagy ilyesmi, de az sem az is engedélyhez lesz kötve. De igazából akármennyi aranyunk is lehet, ha elég éhes vagy, nyalogathatod az sokáig, de nem fogsz vele jól lakni. Tehát ezek nem tudnak bennünket fizikálisan megmenteni. Vagy hogyha esetleg a csűreidet telepakolod mindenféle jó dolgokkal, építesz egy pincét, amit telepakolsz konzervvel, azok is egy darabig működnek, de utána megromlanak is. Az életedet fizikálisan lehet, hogy egy kicsit meg tudják toldani, ha vannak falak a házat körül, de a szellemi életednek semmi haszna nem lesz abból, hogy milyen konzerveid vannak a spájzban. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne legyünk felelős emberek, hogy legyenek otthon tartalékaink. Azt se hogy ha az embernek van egy jó kis tanyasi gazdasága, mert akkor nem annyira érzi meg ezeket a válságokat. De még egyszer mondom, szellemi szempontból ezek bennünket nem tudnak megmenteni. És igazából én azt gondolom, hogy a felkészülésünk az utolsó időre az két módon tud működni, amiről már beszéltem többször, és ezért is beszélek sokat most a gyülekezetről, mert én azt gondolom, hogy bennünket csak a közösség tud megtartani, testvéreim. Két irányú közösség. Az egyik az élő Istennel való személyes kapcsolat, a másik pedig a testvéreinkkel való kapcsolat is. Másra nem is nagyon van szükségünk. És amikor fogok most beszélni egy picit majd a gyülekezetről, valószínűleg nem tudom befejezni ma azt a témát, amit elkezdek, az a cím ennek a prédikációnak, hogy a rendes gyülekezet. És én azt gondolom, hogy az Úr azt szeretné, és az a vágya, az a terve, hogy a gyülekezetben rend legyen. Ha megnézzük a teremtést, Isten mit mond a teremtésről, minden, amit alkotott, az új jó, pont jónak alkotta. Isten egy olyan harmóniát, egy olyan rendet teremtette ebben a, ezen a földön, ezen a világ mindenségen, hogy amikor azt mondta, hogy legyen, minden elindult, és akármennyire egyekszik az ember tönkre tenni, még mindig működik. Még mindig erőteljesen működik. Mondják azt, hogy már olyan visszafordíthatatlan károkat okozott az ember a Földön, hogy nagy a baj, meg utolsó órákban vagyunk, hitetlen emberek is ezt mondják. Én nem ezen az állásponton vagyok. Én azt gondolom, hogy ha az ember bűn, bűnét, illetve a bűnös embert kieszünk a képből, a természet az viszonylag gyorsan helyreáll viszonylag gyorsan rend lesz a természetben. Nézzük meg, hogy most egy darabig nem mentek a repülőgépek, és rögtön javultak a légszennyezettségi adatok. Ha az emberek nem a pénzt hajszolnák, és nem mások leuralásával foglalkoznák, ez a, foglalkoznának ez a Föld, ez egy kifejezetten jól működő bolygó tudna lenni. Minden gond nélkül. Azt mondják, hogy 7 8 ennyi embert is vígan el tud látni a Föld. Tehát ez a túlnépesedési téma is nagyon nagy butaság szerintem, de nem akarok itt belemenni semmilyen geopolitikába, hanem azt szeretném, hogy tudjuk azt, hogy amit Isten megalkotott, azt Isten jónak alkotta meg. Igyekszik az ember elrontani, igyekszik a sátán tönkretenni, de Isten mindent jónak teremtett meg. És én hiszem azt, hogy Isten a gyülekezetet is nem egy civakodó emberek gyülekezetének teremtette meg, nem egy össze hadnak rend, äh, alkotta meg, hanem egy olyan gyülekezetnek, ahol rend van. És ez a rend ez nem azt jelenti, hogy mindenki vigyáz ül és meg sem mer mozdulni, mert nem az a jó gyerek, aki egész nap ül, vagy meg sem mozdul, azt äh, mozgáskorlátozott gyereknek nevezik, és az nem jó. Jó dolog, hogyha a gyermek eleven. Nem mindig érzem így, higgyétek el, de jó dolog az, hogy a gyermek eleven. Jó dolog az, hogy mozog, jó dolog az, hogy kreatív, hogy kipróbál dolgokat ez azt jelenti, hogy él. Ha a gyülekezetben vannak nehézségek, konfliktusok, ez azt jelenti, hogy a gyülekezet él. Emlékezetek a Déna József testvérünk prédikációjára, erről sokat beszélt a múlt alkalommal, hogy ezek a problémák, ezek a nehézségek, amik előjönnek, ezek pont értünk vannak, hogy tudjunk megerősödni. Hogy tudjuk megtanulni azt, hogy hogyan kell a konfliktusokat, a nehézségeket kezelni. És mi érettebbek váljunk. Ez belefér a rendben, amikor Isten rendje működik a gyülekezetben. És tudjátok, annyian vágyjuk, és szeretnénk, tehát egy gyülekezet alapvetően azt szeretné, hogy Isten jelenléte legyen a gyülekezetben, igaz? Szeretnénk azt, hogy Isten hatalma munkálkodjon, és még azt se járt, ha megállt bennünket Isten. Jönnek a jelek, a csodák, a kijelentések is. Végre úgy működik a gyülekezet, ahogy szeretnénk. De azért ott van az, hogy hát jó lenne valamit enni. Jó lenne valamivel ruházkodni. Jó lenne, hogyha teljes létbiztonságban lennénk. Jó lenne, hogyha a gyülekezetben mindenki úgy viselkedne, ahogy én szeretném, mert akkor én komfortosan érezném magam. Ezt tudjuk, ezeket a dolgokat lehetne hosszan-hosszan sorolni. A Máté Evangéliának a 6. részének a 33. versében van egy nagyon jól ismert ige. Azt mondja az előző vers, hogy ne azon gondolkozatok, mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok, mert mindezeket a pogányok kérdezik, hanem keressétek először Istennek az országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Az Isten országa a görögben, ez az egyik első görög fogalom volt, amit megtanultunk, az a Hébászilejátú Teú, az Istennek a királyi uralma. Amikor Isten országáról beszél a Biblia, akkor Isten királyságáról beszél szó szerint is. A királyság meg az ország között különbség van. Vannak olyan politikai rázatok, akik igyekeznek ezt a különbséget eltüntetni, de azért van különbség a köztársaság meg a királyság között. A köztársaságban a legfőbb döntéshozó szerv elvileg mi? a nép. Így van. A királyságban ki a legfőbb döntéshozó tekinté? Egyetlen egy személye a királyé. Isten országában nem a nép az, ami a döntést meghozza. Nem a gyülekezet az, amely megszavazza, hogy Isten most mit csináljon a jövő héten, hanem Isten országában Isten. Isten királyságában Isten van a trónon, és ha szeretnénk Isten erejét, szeretnénk Isten hatalmát az életünkben, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a király megkerülésével egy királyságban nem fogsz tudni érvényesülni. Nem tudsz semmit elérni. Viszont, hogyha van egy királyi felhatalmazásod, egy királyi pecsét a te papírodon, nagyjából mindent el tudsz érni, mert a király tekintéje, a király hatalma az, amely téged felhatalmaz arra, hogy cselekedj. És amikor Isten országáról beszélünk, tudjátok, hogy mi nagyon sokszor szeretnénk, még egyszer mondom, a saját akaratunkat rárőltetni Istenre. Isten szeretném, ha a gyülekezet így működne holnap belefér kettő profécia, három gyógyulásra is szükségünk lenne. Elmondjuk az Úrnak, az Úr meg igyekszik teljesíteni a kéréseinket. Azt gondoljuk, hogy ez így működik. De Isten nem így működik. Pontosabban Isten nem így működteti a dolgokat. Isten egy teljesen szuverén úr, és akár tetszik nekünk, akár nem, ez benne van az igény, hogy azt csinál, amit akar. Akit akar, megtart, akit akar, elveszt. Akit akar, felemel, akit akar megaláz. Ez az ő szuverén döntése, és rögtön itt az ember belsejében valami elkezd berzenkedni ezzel ellen, hogy mi az, hogy azt csinál, amit akar. Hát Isten a szeretet Isten, akkor szeressen engem is csinálja azt, amit én szeretnék. Nem így gondolkozunk, emberek? Azt szeretnénk, hogy Isten úgy viselkedjen, olyan dolgok történjenek, ahogy én szeretném, és előbb-utóbb találkozunk azzal, hogy nem így működik az élet. És nagyon hálásak lehetünk azért, hogy nem így működik az élet, mert Isten sokkal jobban ismer bennünket, mint mi, sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és ahogy egy egészséges felnőtt a gyermekét úgy tudja egészségesen nevelni, hogy nem ad neki meg mindent, ugyanígy Isten sem ad meg nekünk mindent, éppen azért, mert szeret. Tudjátok, mennyi pénzbe kerülne, a mindent megvenni a gyereknek, amit szeretne? Nem tudom, hogy van olyan gazdag ember, aki minden igényt ki tudna elégíteni, mert jönnek, jönnek, jönnek az újabb és nagyobb igények, és valahogy semmi nem lesz értékes, semmi nem fog számítani. Isten tudja, hogy mire van szükségünk is. Azt mondja az agúr, egy nagyon-nagyon bölcs ember, amikor kéri Istent, hogy Istenem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Én nem akarok se gazdag lenni, se szegény lenni. Én azt szeretném, hogy legyen egy optimum, ahol én elégedett és boldog életet élek, de hozzám illő adja, mi nekem való. Nem az, ami a másoké. Lehet, hogy egy másik embernek a pacalízlik legjobban, és az válik a javára, de nekem lehet, hogy a rántott hús, vagy épp a krumplipüré. Nem tudom, melyikre van az embernek inkább szüksége, de Isten azt akar, hogy bennünket hozzánk illő eledellel tápláljon. Nem mások eledelét nézegessük. Tudjátok, sokszor van így, amikor vannak az emberek az étteremben, és úgy szoktak választani, hogy nézik, hogy a másik mit teszik. Olyat kérnék, mert azt tetszik. Nem tudja, hogy mi, de ha másik olyat teszik, az nekem is tetszeni fog. Aztán lehet, hogy nem ízlik, de nagyon sokszor vagyunk ilyenek. Mindig a másik ki a finomabb. Én általában úgy szoktam rendelni ételt, hogy jó eséllyel nem azt fogom megenni, mert valakinek biztos megtetszik a családból az, az étel, amit rendelek, mert olyan jól néz ki... Úgyhogy én megelégszek a többivel is, meg a gyerekek maradékaival is. De néha van úgy, hogy azt teszem meg, amit kiválasztok. De Isten tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk, testvéreim. És tudja azt, hogy ha szeretnénk növekedni, akkor ezt a rendet meg kell ismernünk, és alkalmazkodnunk kell ehhez a rendhez. A mi a királya nem lehet más, mint az Úr. És tudjátok, akárhogy szeretnénk, nem fog más, hogy működni. Ezt az ördög is nagyon jól tudja, és lemásolja a mennyei struktúrát, mert az ördögnél is azt látjuk, hogy rend van. Lehet, hogy szedet vetett, lehet, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy mi azt elképzelnénk, de az ördög országa másolja Istennek a rendjét. Ha megnézzük a Máté 12-ben, azt mondja, Jézus tudva az ő gondoltékat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy házdép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán, a sátán tűzik ki, önmagával hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő országa? És ha megnéznénk az Efézusi levélben, ott is különböző szintek vannak, hatalmasságok, fejedelemségek. Az ördög az tisztában van azzal, hogy rend nélkül nem tudnak működni a dolgok. Bármelyik hadsereget, ha megnézzük, egy hadsereg úgy tud működni, ha rend van a hadseregben, ha nincsen zendülés, ha nincsen lázadás. Én azt gondolom, hogy Isten országa is csak akkor tud megfelelően is jó működni, hogyha rend van Isten országában. És a rendnek az elsődleges és legfontosabb tulajdonsága az, hogy Isten egyházának az feje, az maga az Úr Jézus. Ő a király, nem mi. Nem egy-egy szolgáló. Lesz, de akármilyen tehetséges, akármilyen sikeres ember, minden, amit van, mondja a korintusi levél, ki van? Tőle. Mit van, amit nem kaptál? Mindenünk ajándék. Mindent azért adott, hogy tudjunk vele szolgálni. És ha megnézel egy ezredest, egy századost, vagy egy nagyot is, honnan származik az ő tekintélyük? A felettes vezető szervtől. Mindig van egy főparancsnok, aki fe, ö, 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 alá tartozik mindenki, minden felelősségi kör. Isten országában ez a parancsnok maga az Úr Jézus. És azt akarja, hogy mi ezzel tisztában legyünk, hogy mi nem lehetünk külön tőle, hogyha szeretnénk az ő áldásaiban élni. Az ő áldásait csak a vele való kapcsolat, vele való közösség által tudjuk megélni, és egy nagyon nagy kincs, hogy ő nem egy ilyen tábornok közlegény kapcsolatban akar lenni, hanem ahogy az ati énekém és énekeltük, fiad vagyok, atyám. Mi Krisztusnak a gyermekeivé lettünk. Ez egy nagyon nagy kincs. De attól még ez a reláció működik. Ő van felül, ő a fej, és mi pedig vagyunk az ő teste. És a gyülekezet akkor működik egészségesen, hogyha a gyülekezetet Krisztus vezeti. És tudjátok, nagyon-nagyon nem szeretünk engedelmeskedni. Tehát ezzel nem csak ti vagytok itt testvéreim, ezzel én is így vagyok, egész gyerekkorunktól így vagyunk mindannyian, hogy az engedelmesség az egy tanulandó feladat mindannyiunk számára. Nem akarunk kapásból engedelmeskedni. A fiam is mindig megpróbálja a határokat, hogy meddig nem fogom még elverni, amíg ne engedelmeskedjen. És egyszer-kétszer volt, majd kapott a fenekére, remélem nem csuknak érte börtönbe, de a Biblia azt mondja, hogy így kell megfenyíteni a gyermeket, és igazából nem is fizikális fájdalom volt neki, hanem lelki teher az, hogy apa megfenyít, de mindig tudja a gyermek azt, hogy mennyi az a határa, meddig elmehet, és azon nem megy túl és Már nagyon régen nem kapott ki a fenekére, mert tudja azt, hogy a harmadikig elszámolok és nem jön ide hozzám, akkor én megyek oda hozzá, és az nem olyan jó. És mindig, lehet, hogy kettő is félnél is járunk már, de fogja magát is jön, mert tudja azt, hogy a háromig nem érdemes elmenni. Van egy keretrendszer, amit megtanul, és igyekszik benne alkalmazkodni. Felnőttként, akármilyen munkahelyen vagyunk, van egy keretrendszer, amihez alkalmazkodnunk kell, a gyülekezetben van egy keretrendszer, amihez alkalmazkodnunk kell, és sajnos sokszor még túl sok keretrendszert is létrehozunk, erről majd később esetleg beszélek. De azt mondja Istennek az igény Róba 13.1-ben elég egyszerű módon, minden lélek engedelmeskedjen a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Tudjátok, ez egy olyan egyszerű ige vers, ez a kettő vers, de hihetetlenül mély és erőteljes tartalom van benne. Kiknek kell engedelmeskedni? Ki az, aki engedelmességre van elhívva? Nem akart majd azt mondani, hogy károsztatva, de nem, elhívva. Azt mondja, minden lélek, Ebben még én is beletartozom. Sőt, lehet, hogy még te is. Minden egyes lélek engedelmességgel tartozik. Kiknek? A felsőbb hatalmasságoknak is. Hogy kik ezek a felsőbb hatalmasságok, lehet, hogy ezzel is fogunk egy kicsit részletesebben beszélni, de akár tetszik, akár nem, mindannyiunknak van felettese akár a családban vagyunk, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben vagyunk, amellett, hogy egyek vagyunk Krisztusban. És azt gondolom, hogy minden egyes ember ugyanannyira fontos, és ugyanannyira értékes Krisztus országában, minden egyes családtak fontos és egyenlően értékes a családban, mégis Isteni rendet létrehozott. És ehhez a rendhez kell tudnunk alkalmazkodni, ha szeretnénk Isten áldásait a magunk kívált tenni. És azt látom, hogy Általában mi igyekszünk eldönteni, hogy ki az, akinek engedelmeskedni fogunk, ki az, akinek nem fogunk engedelmeskedni. De itt Pál nem nagyon tesz kivételt, minden lélekről beszél. Minden egyes ember engedelmességgel tartozik a felettes szerveknek, a felettes hatalmasságnak, és hogy lehet ez még egyszer mondom, családfő, apa, vagy éppen az anya, vagy éppen a gyülekezet vezetője, vagy egy házi csoportnak a vezetője, vagy egy missziós csoport vezetője, sok-sokféle relációban, de van vezetés, és Isten azt akarja, hogy legyenek vezetők, és legyenek olyan emberek, akik engedelmesen tudják őket követni. És mindannyian vezetett emberek kell, hogy tudjunk lenni Isten kegyelme által. És tudjátok, én azt gondolom, hogy Istennek, ha valamivel van problémája, akkor nem az ördöggel van problémája, hanem az engedetlen gyülekezettel mert az ördög problémáját viszonylag kifejezetten egyszerűen és gyorsan meg lehet oldani. Egy engedelmes gyülekezet az egy győzelmes gyülekezet. Ha Istennek a népe engedelmességben jár, akkor az ördög, azt mondja az Isten Istenik, hogy a pokol hadai sem tudnak erőt venni rajta. Nincs az a hatalmasság, nincs az az erő, amely Isten engedelmes népét térre tud el kényszeríteni. Ha Isten akaratában élünk, akkor megyünk előre, és győzelemre vagyunk elhívva. Minden területén az életünknek. És a győzelem ez nem azt jelenti meg az áldás, hogy akkor mindig gazdag, boldog, egészséges leszek, és sose lesz semmi baj az életemben, hanem azt jelenti, hogy ő mindig ott van velem, és minden bajon keresztül vezet, és egyre erősebb leszek a próbák, a nehézségek és a nyomorúságok között. Azt mondja az igaz egyik helyen, hogy örüljetek, amikor különféle kísértésekbe és próbákba estek. És az ember azt gondolja, hogy valami elgurult pálnál, amikor azt mondja, hogy örüljünk a bajnak, örüljünk a próbáknak, örüljünk a nehézségeknek. Miért kell ezeknek szerintetek örülni? A Biblia alapján. Miért örülhetünk, ha jön egy baj az életünkben? Több oka is van. Egyrészt megerősít bennünket a próba, a nehézség, így van, a másik, Az engedelmességet meg tudjuk tanulni a szenvedésen keresztül, ezt mondja a Filippi Belkezét levél, hogy Jézus is így tanulta meg az engedelmességet. Van még. Tanulunk? Tanulhatunk belőle, és később nem követjük el ezt a hibát, sőt, esetleg mások is tanulhatnak a mi hibánkból. És van még egy, amire én gondoltam. Az Isten szeretete megmutatkozik abban, akit szeret, az úr megfenyíti, így van. Én még arra gondoltam, igen, mondd el te is. Isten hatalma a legnagyobb bajban megmutatszik a legérősebb, Nagyon-nagyon így van a legerősebben. És én még arra gondoltam, hogy a nehézségek után áldottabbak leszünk. Mert ha például egy tolvajt elkaptak az Ószövetségben, tolvajlás közben, kellett kártérítést fizetnie? Ha éppen lopás közben kapták el, és visszaadta a javakat, kellett vagy nem kellett? Kellett, mennyit kellett? Kettő annyit kellett fizetni, ha elkapták lopás közben is. Ha később kapták el lopás után, akkor mennyit kell fizetnie? Van, ahol ötszörös, van, ahol hétszerest ír. Tehát nem volt érdemes lopni az Ószövetségben egyáltalán, mert nagyon-nagyon porulját az ember. És tudjátok, a mi lelkünk ellenségét a Biblia úgy is hívja, hogy tolvaj. És ha az ördög meglop bennünket, én hiszem azt testvérem, hogy nekünk jogunk van arra, hogy kártérítést követeljünk, hogy ő kártérítsen bennünket. És hogyha meglop bennünket, és kétszer annyit kell visszafizetnie, a következő alkalommal meg fogja gondolni, hogy mit csináljon, vagy hétszer annyit kell visszafizetnie. Már akkor is próbálkozik majd, de így el, testvérem, Isten áldásból áldásba vezet bennünket. És a nehézségek, nyomorúságok, ezek meggazdagítanak bennünket. Még akár fizikális formában is, hogyha egy ember sokat tornázik, sokat mozog, sokkal strapabíróbb lesz a szervezete, ellenállóbb lesz a betegségeknek, nem fogja úgy elkapni bármilyen betegség. Ezért van az orosz gyerekek, azok mezitláb szaladgálnak a mínusz 40 fokban is, és nem nagyon van bajuk, mert hozzászokott a szervezetük. A mi szervezetünk nagyon sokszor nem szokik hozzá a dolgokhoz, ezért, hogy most sokan megfáztak, megbetegedtek a gyülekezetből, nem vagyunk hozzászokva hideg-meleg váltokozásához, nem vagyunk hozzászokva sokszor a vírusokhoz, hanem jön egy vírus és leterít bennünket nagyon gyorsan. Viszont egy edzett immunitással rendelkező szervezet sokkal ellenállóbb. És én azt gondolom, hogy ez szellemileg is így van, hogyha Isten népe a próbában megedződik, megerősödik, sokkal könnyebben ellen tud állni. Tanulni fog ezekből a próbákból, nehézségekből, és sokkal több erőre van szüksége az ördögnek ahhoz, hogy megingasson bennünket, mert megerősödünk Krisztus hatalma által, és újra és újra győzelmet győzelemre halmozunk, mert az Úr megerősít, megújít bennünket, és tudunk növekedni, tudunk erősödni, még akkor is, hogyha bajok, ha próbák vannak az életünkben. Tegnap előtt az egyik esti program az volt, hogy egy néhány kedves testvérünk foci meccset nézett. És van egy nagyon, sőt, sok híres foci csapat, de két híres foci csapat összecsapott egymással, és az egyik nagyon elverte a másikat. 8-2 az nem kevés. Tehát még gombócból is sok, ahogy szokták mondani. Én azt gondolom, hogy ebből a Barcelona tanulni fog. És azt gondolom, hogy el fog jönni egy időszak, amikor újra előre fog kapni, és amikor egy ember súlyos vereségeket szenved el, amikor egy ember nehézségeket ír esetleg elbukik, ebből tud tanulni össze is tud omlani, de én nem gondolom azt, hogy a magyar bajnokság szintjére fog lesüllyedni ez a csapat, hanem meg fog erősödni, tanulni fog ezekből a hibákból, meghozzák a szükséges változtatásokat, és azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek nem az az igazán nagy baj, amikor elbotlunk vagy hibát követünk el, hanem az, amikor ebből nem tanulunk. Isten azt akar, hogy tanuljunk testvéreim a hibáinkból, és ne kövessük el még egyszer azt a bajt. Azt hiszem Mikás mondja, hogy ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, van, hogy elesik Istennek a gyermeke, van, hogy hibákat követel Istennek a gyermeke, de helyre tud állni, korrigálni tud is, ezért is nagyon jó a testvéri közösség. Mert itt ki fognak jönni a problémák, itt ki fognak jönni a feszültségek. Mert valaki viccelődik velem, de én ezt sértésnek veszem. Valaki poénkodni akar, és én megsértődök. De ha nem megsértődök, hanem megtanulom kezelni ezt, esetleg visszaválaszolok egy poénnal, és ő fog megsértődni. Ez elő szokott fordulni, de meg tudok tanulni változni és meg tudok tanulni változtatni, és megerősödök. És észre se veszem, hogy valaki meg akar engem bántani. Fel se tűnik az, hogy valaki a bűnre akar engem csábítani. Isten szerintem egy ajándékként adta nekem a naivitásomat, és sokszor volt már ilyen, hogy bizonyos problémák és nehézségek után vettem észre, hogy mekkora bajban voltam. Akkor fel sem tűnt. Volt olyan, amikor sétáltunk a kedves feleségemmel, és volt egy nagyon kedves pénztáros nő. És a feleségem mondta, hogy ez a nő velem flörtölgetett. Én ezt nem vettem észre. Azt vettem észre, hogy kedves. És hálás vagyok, hogy nem vettem észre. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, amikor ott a lehetőség, és az ember nem veszi észre, hogy ott a lehetőség a bűnre. És higgyétek, ez egy védelem. Ez Istennek a kegyelme, amikor az Úr megtart bennünket. És én annyira vágyom arra, hogy tudjon egy ilyen immunitásunk kialakulni a bűnnel kapcsolatosan, hogy jönnek, mennek ezek a vírusok, és meg se a szervezetünknek, mert erősek vagyunk és szellemileg még inkább. Jönnek, mennek ezek a kísértések, próbák. Észre sem veszem, hogy hány kísértésen mentem ma keresztül, mert van egy védettségem Isten szelleme által. Mert Isten rendje alá tartozom, Isten népének a gyermeke vagyok, Isten e, szeretett gyermeke vagyok, és ő vigyáz rám. Megóv engem a bajokban, és megerősödök, és növekszek, mert azt mondja itt Istennek az igéje, hogy nincsen más hatalmasság, hanem kitől? Csak is Istentől. Minden hatalom, Istentől származik. És most kérdezek egyet, Orbán Viktor hatalma kitől származik? Istentől. Donald Trump hatalma kitől származik? Kim Jong-un hatalma kitől származik? Most nem üteszem más, ez nem egy ilyen reláció, hogy kiket mondtam így, de hogy nagyon-nagyon fontos testvérén megtanulni, hogy a hatalom az mindig Istentől jön legyen az bármilyen politikai irányultság, bármilyen kegyetlen gazember, ha ő van egy ország vezetésében, és ő a vezető, ennek a hatalomnak a forrása Isten. Az, hogy az a vezető éle vagy visszaéle a hatalmával, az az ő felelőssége, de a hatalom forrása az mindig Isten. És nekünk ezt meg kell tanulni, testvéreim, mert ha nem engedelmességben járunk, akkor engedetlen emberek vagyunk. És az első Sámuelnek a 15. részében olvassuk a 23. versben, nem fogom felolvasni, de azt mondja Sámuel Saulnak, hogy az engedelmesség az többet ér minden véres áldozatnál, mert az engedetlenség az olyan, mint a varázslásnak a bűne. Nem tudom, mit szólnátok ahhoz, testvéreim, ha most fognék is, ide raknék egy butha szobrot, ide raknék egy ilyen sokkarú sívaszobrot, szobrot, és úgy elfér a gyűliben. nem? Nincs ezzel semmi gond. Nem tudom, hogy hogy tetszene nektek. Vagy elhívnék egy tapasztalt varázslót, vagy most a sámánok azok menőbbek Magyarországon, vagy táltost, és akkor jár egy két esőtáncot itt a gyülekezetben. Merem remélni, hogy kiverni a biztosítékot a testvérek között. De azt mondja, hogy az engedetlenségnek a bűne az pont olyan, mint a varázslás. Olyan, mint a báványimádás. És lehet, hogy eszembe nem jutna egy butás karkötőt, vagy ö, nyakláncot nyakomba venni, vagy a kezembe, de az, hogy én nem engedelmeskedek, az, hogy eh, csúnya szóval, bocsánat, de fikázom a vezetőimet, ez simán belefér. Pedig ez a bűn, ez nem kisebb, nem kevésbé eh, ciki, hanem igazán komoly baj. És ha ezt észrevesszük, tehát ha feltűnik itt egy nagy bálvány a gyülekezetben, akkor vegyük már észre azt is, hogy milyen engedetlenség van az életünkben. Mert Isten előtt ez nem kedves. Kiválasztottak is a út királynak? Egyértelmű, hogy Isten. Megmondta Isten, hogy kit kell kiválasztani. Felkente Isten Sault királynak? De felám. Isten hatalma és Isten ereje volt ezzel az emberrel. Győzött Saul a filiszteusokon sok alkalommal? Na náhogy, legyőzte az ellenséget, amíg Istennek alárendelve élte az életét, győzött az ellenség fölött. És amikor Isten profita, azt mondta, hogy várjál meg engem, illetve azt mondta, hogy pusztítsd el a teljes ellenséget, amikor látta azt, hogy hát elég szépek ezek az állatok, meg az ellenségnek a kincsei is elég jók, meg hát ez a király is jó fej, megmentem én a gágot, mert hát, ha hasznom lesz belőle. Illetve amikor várt az, hogy jönne a proféta, és nem jött meg időre, hanem késett, akkor azt látjuk, hogy kétszeresen is engedetlen volt Istennek. És ezen az igén mit mondotta Sámuel? Sáónak? Hogyha most engedelmes lettél volna, mi lett volna? Megerősítette volna Isten a királyságodat. Most volt lehetőséged arra, hogy bizonyíts Isten mellett, hogy engedelmes vagy neki, megölöd az ellenséget, akármennyire vonzó az a zsákmány, illetve akármennyire félemetes dolog az, hogy a nép elkezd zúgulódni, mikor mutatunk bár áldozatot, mikor lesz már valami. Ha Isten azt mondta, hogy várjak, akkor én várok. Meddig? Addig, ameddig nem jön a válasz. És olyan sokszor vagyunk itt testvérek, hogy mi be akarunk segíteni az Úrnak. Hát ő nem magának akarta ezt megtartani, Hát az Úrnak akarta feláldozni ezeket a dolgokat. Isten országa fog gazdagodni az én engedetlenségem által, gondolta ez az ember. Isten országa nem így működik. És bár azt mondta ez a drága proféta, hogy várjam meg, míg megjön, de hát már itt vannak a testvérek, már ketten haza is mentek, én belekezdek. Nagyon sokszor vagyunk itt testvéreim, hogy lépünk ahelyett, hogy várnánk Istennek a szavára, és engedelmesek lennénk Istennek abban, amit ő mond, és úgy, ahogy mondja higgyétek el, nem egy bonyolult dolog megtanulni engedelmességbe járni. Nem egy bonyolult dolog bármilyen helyzetben vagy megnézni azt, hogy ki az, akinek engedelmességgel tartozol. Ha például az Úr Jézus kegyelméből van lehetőségünk arra, van erre esély, majd egy néhány hét múlva remélem, hogy tudok erről bővebben is beszélni, hogy kapunk egy épületet, és elkezdjük felújítani a gyülekezetet, és ott járunk már, hogy festeni kell. És megkérem a Bálintot, hogy ő legyen a festőcsapatnak a vezetője. Mondjuk elmegy a Laci is festeni, ki lesz a vezetője a Vagy elmegyek én is festeni, ki lesz az én vezetőm? Bálint. Bár én vagyok a gyülekezet pásztora, de megbíztam Bálintot egy feladattal, majd erről is fogunk részletesebben beszélni. Ha én alárendelem magam abban a feladatban és alkalmazkodom hozzá, akkor hiába vagyok én a pásztor, hiába vezető a Laci, annak tartozunk engedelmességgel, aki fölöttünk van ha egy festőmunkában vagyunk, akkor a bálintot megbíztam, átruháztam rá a hatalmat, felelősséggel tartozunk neki. Hiába van jobb ötletünk. Mert ő azt mondja, hogy balról jobbra fessünk, én meg jobbról balra szeretnék festeni. Ha azt mondja, hogy így fessünk, ezt fogom csinálni, mert ezt kérte tőlem. És még az is lehet, hogy észszerűbb lenne az én döntésem, az is lehet, hogy szebbek lennének a csíkok, vagy nem csíkok, mi az szebb lenne a felület, hogyha lefestem. De ahogy ezt mondja vezetőként, az én felelősségem az, hogy alávetem magam. Vagy ha elmegyek egy házi csoportban, ahol van a házi csoportnak egy vezetője, ott nem én vagyok a pásztor, a vezető, hanem meg kell tanulnunk ezt, hogy akkor alávetem magam annak az embernek, aki a házi csoportot vezeti. Minden hatalmasság Istentől van. Mindentől lejött, és azt mondja, hogy aki ellene támad a hatalmasságnak, Isten rendelésének támad ellene. Amikor károsztatjuk a politikusainkat, a cégünk vezetőit, a gyülekezeti vezetőinket, kit kárhoztatunk és kit támadunk. Nekem meggyőződésem, hogy Istent. Nem Orbán Viktort, nem a vezérigazgatót, nem a lelki pásztort, hanem azt az élő Istent, aki ezt a rendet létrehozta. És én azt gondolom, hogy Isten népének ezt meg kell tanulnia, hogy a fölöttes hatalmasságokat tisztelni kell. Az, hogy meddig, milyen mértékben, hogyan erről fogunk még részletesen majd beszélni, de amíg a tekintélyi rendet ezek a hatalmasságok nem, nem szegik meg, nem hágják át, addig mi engedelmességgel tartozunk. Kell egy hívő embernek adót fizetni? Miért? Mi lenne, ha nem fizetnék adót, és betenném a pénzt a Gyulibe? Isten igéje egész egyértelműen azt mondja, hogy az adót be kell fizetni. Pedig sokat kell fizetni. Mennyi jóra lehetne használni azt a sok pénzt? Igaz, de aki sok adót fizet, az mennyit keres? Szerintem sokat. Minél több adót fizetsz be, annál többet fogsz keresni. Nem mindenki osztja a véleményemet. Sőt, jó néhányan vannak, hogy éppen a börtönben ülnek emiatt. De nekünk meg kell tanulni, testvéreim, megtanulni engedelmeskedni. Isten ezt mondja, fizessem be az adót, befizetem. Nem értek egyet a mértékével, van más megoldás, átmegyek egy olyan országba, állampolgárnak, ahol kisebb az adó mértéke, mindjárt kevesebbet kell fizetni. De az, ha én itt vagyok Magyarországon, én engedelmességgel tartozom a magyar törvényeknek. Miért? Mert a hatalmasságok Istentől származnak. A magyar alkotmány kire vonatkozik? Minden egyes magyar állampolgára. Ki az, aki megszavazta a magyar alkotmányt? Megszavaztátok? Hát nem. Én legalábbis nem. Eldöntik a kormányban, megszavazzák a kormányban a változtatásokat, és mindenkire érvényes. Mondhatjuk, hogy tiltakozunk, tiltakozunk, de nem sokat érünk el vele, mert meghozzák a törvényeket, és ezek a törvények érvényesek ránk. Egy megoldás van, ha nem akarom a magyar állam, állam törvényeit vonatkoztatva érvényesnek lenni, elmegyek egy másik országba, és a másik ország törvényei lesznek rám érvényesek. De bármelyik országban élsz, aznak az országnak az alkotmánya, akár tetszik, akár nem, vonatkozik rád. Ha Amerika, amerikai állampolgár leszer, amerikai alkotmánya vonatkozik rád. Ha elmegy Romániába, akkor a román alkotmány vonatkozik rád. Isten azt akar, hogy legyünk ezzel tisztában, hogy mindig-mindig rend kell, hogy legyen az életünkben, és Isten rendel teremtett meg mindent. És én annyira vágyom, hogy ezt a rendet tanuljuk meg alkalmazni az életünknek minden egyes területén. Nagyon fontos testvéreim, mert így tudunk Isten áldásában növekedni, erősödni. Én azt gondolom, hogy ha vágyjuk az Úrnak az erejét, meg kell tanulnunk illeszkedni a rendhez, életünknek minden szintjén. És nem fog belekezdeni, mert elég hosszú lenne még az engedelmességi szintekről beszélni, de holnap fogok erről beszélni, holnap, jövő hét vasárnap fogok erről részletesebben beszélni. De én azt gondolom, hogy rajtam múlik el, hogy egy gyülekezetnek építője vagy rombolója leszek. Rajtam múlik az, hogy ez a gyülekezet egy élhető hely, vagy egy pokol az emberek számára. Nem a többieken, rajtam. Rajtam múlik, hogy ez a gyülekezet vonzó lesz a világ számára, vagy éppen taszítani fogja az embereket. Nem a pásztoron, nem a dicsőítőkön, nem a profi technikán. Rajtam személy szerint, rajtunk múlik az, hogy a gyülekezet növekszik-e, vagy csökkenni fog. És itt elsősorban nem fizikális növekedésről beszélek, bár azt gondolom, hogy a szellemi növekedésnek a fizikális növekedés is egy gyümölcse folyamodványa. De az elsődleges növekedésünknek a szintere az belül zajlik akár milyen szépen nézhetek ki kívülről, mondjuk engem ez a veszély nem fenyeget, de akárki különösen jól néz ki minden szempontból, az számít, hogy belül mi van. Az számít, hogy a szívnek milyen gondolatai vannak, milyen cselekedetei. Hiába lehetek én a legékes szóló prédikátor, hiába prédikátok a legnagyobb dolgokról, sőt, hiába történnek jelek és csodák rajtam keresztül. Az számít, hogy mi van a szívemben. Isten ezt fogja megítélni. És nagyon fontos, hogy ezt soha ne fejtsük el, hogy a szívünk állapotát Isten látja. A pillanatképet is mindig. Őt egy kicsit se tudjuk becsapni. Egymást át tudjuk verni. Egymást nagyon könnyen meg tudjuk téveszteni. Ha hát többször azt mondják tesók, hogy hát olyan szomorú vagy mostanában, mi a baj? Meg hogy nem akarsz ilyen kérdéseket hallani, hogy elkezdesz mindig mosolyogni. És meg tudod egész profil gyakorolni a mosolygást, és mindenki azt fogja látni, hogy na végre minden rendben az életedben. Persze igen, de nem mondod el, hogy mi van benne a szívben. Isten azt szeretné, hogy tudjunk őszinték lenni, itt a gyülekezetben, tudjuk felvállalni az érzéseiket, hogy testvér, ez most fájt, ezzel most megbántottál, ez rosszul esett, és az nem azt jelenti, hogy akkor utána nem beszélünk egymással, hanem tanulunk ebből. Ha adért bántja, hogy csiklandozom, akkor nem fogom többet csiklandozni. Olyan sokat, vagy igyekszik az ember változtatni. De így vagyunk, hogy ha látjuk, hogy a másiknak valami baj, akkor ezen formálódni akarunk, változtatni. És így tudunk egyre inkább Krisztusívá válni. Így tudunk egyre inkább tanulni az engedelmességet. Akkor is, amikor nem tetszik az engedelmesség. Akkor is, ha nem úgy alakulnak a dolgok az életünkben. Én hiszem, hogy erre szükségünk van. És Isten országában nagyon sokszor, de erre nem fogok szerintem részletesebben beszélni, mert hosszú ide, de nagyon sokszor azt látom, hogy igyekszünk olyan szerepekben tetszelegni, olyan szerepekben lenni, ahol, ahol nincs keresni valónk, ami nem a mi helyünk. Biztos, hogy lenne nekem is ötletem, hogy hogyan focizhatott volna jobban az egyik csapat, vagy a másik csapat, hogyan tudtak volna több gólt rúgni. Általában a partvonalról nagyon jó tanácsokat tudunk adni. Biztos tudom azt, hogy hogy lehetne jobban vezetni az egyházat, hogy lehetne jobban vezetni ezt az országot, vagy éppen Amerikát, de ez nem az én feladatom, hál' Istennek egyáltalán. Nem kell ezeket a terheket hordoznom cipenem, mert nem az én feladatom. Isten nem fog engem számon kérni, hogy a kormány miért hozott ilyen döntéseket. Azért fog számon kérni, hogy én milyen döntéseket hoztam. Nem fog engem számon kérni, hogy a másik gyülekezet mit csinált, vagy hogyan csinált, maximum, hogyha ott van felelősségem, de Isten engem személy szerint saját magamért fog számon kérni, nem másokért maximum azok, akik rám bízottak. De higgyétek el, testvérem, nekünk feladatunk az, hogy saját magunk legyünk olyan állapotban, hogy tudjuk azt, hogy a hol a helyünk, alkalmazkodunk, alkalmazkodunk, Istennek a rendjébe, és utána én azt gondolom, hogy nem is nagyon kell vágyni az áldást, nem is kell nagyon kérni Istennek a kegyelmét, mert mit csinál Isten az a gyülekezettel, ahol egységben vannak az fiak. Oda küldi az áldást. Akkor is, ha nem kérik a testvérek. Ahol egység van, ott jön az áldás. Automatikusan elkezd működni. Jön Istennek a jelenléte, jön Istennek a hatalma. És tudjátok, a tekintőnek a legfelsőbb szintje, hogy egy kicsit kóstolt mondjak az elkövetkező alkalomról, én azt gondolom, hogy Isten maga a legfelsőbb tekintő. És ebbe gondoljatok bele, hogy milyen lehetett, amit most ti is mondott, amikor Istennek a dicsőséggel leszállt, és betöltötte Jézust, és Jézus megdicsőült. És ott volt Illés, ott volt Mózes, elképesztő látvány lehetett. Belegondolni is tudok, hogy milyen lehetett Mózesnek ott lenni Isten jelenlétében, és átvenni a tíz parancsolatot amikor kért Isten dicsőségét, hogy láthassa, és utána ragyogott az arca. Nem láttam még ragyogó arcú embert, de biztos, hogy meglepő látvány. Milyen lehetett valami Jánosnak, amikor megjelent Jézus Krisztus, és összeesett, mert nem tudott megállni a talpán? És tudjátok, amikor Istennek a dicsőségét elkezdjük vágyni, akkor erre várunk, erre vágyunk, hogy önmagunk megsemmisüljünk. Nem gondolkozott magán egyik ember se. Azt olvassuk, hogy János az arcára esett nem azt nézte, hogy most be -e dagadni, vagy folt el egyáltalán, sehol nem olvasunk ilyet, hanem egyszerűen Isten jelenléte az eltöltötte őt teljesen. És erre készülünk testvérén, mert a mennyben Istennek a jelenléte és a dicsősége mindent be fog tölteni. És ha szeretnénk, hogy Isten dicsősége itt a Földön is megnyilvánuljon, akkor készülnünk kell erre, hogy Isten és a bűn nem kompatibilisek egymással. Meg kell magunkat tisztítani. Azt mondja, akiben megvan az a reménység, önmagát mind megtisztítja, amiképpen ő is tiszta. Nem akarok a bűnnek az útján járni, mert akarok szent lenni, akarok megtisztulni. Nem akarom bántani az én testvéreimet, mert tudom azt, hogy ővelük együtt leszek a mennybe. Most itt voltunk együtt egy négy napos kiránduláson, és úgy tűnik, hogy nem nagyon volt senkinek kedve hazamenni menet közben, hogy ö, maximum, hogyha volt valami ügy, amiatt el kellett menni, de hogy jó volt együtt lenni ezt a néhány napot. De vajon kíváncsiak mi lenne azt mondanám, hogy tesók, most a gyűlés kirándulás két hónapig fog tartani, és minden nap együtt vagyunk. Nem tudom, hányan maradnánk a végére, mert valószínűleg lenne némi konfliktus emberek között, mert ilyenek vagyunk mi. De milyen csoda lenne, hogyha nem az lenne, hogy elfogyunk két hónap alatt, hanem az összes szomszéd átjön, meg a félfalú jár hozzánk, hogy hát ezek az emberek, ezek szeretik egymást. Itt van Istennek a jelenléte. Ha meg vagyok betegedve, oda megyek és meggyógyulok. Látni Istennek a dicsőségét, jelek és csodák történnek. Ott van Istennek a hatalma, és vonza az embereket. Tudjátok, mennyi nép csatlakozott a zsidó néphez? Csak azért, mert Isten hatalma, Isten dicsősége megnyilvánult rajtuk keresztül? Nem azért, mert ezek olyan okosak voltak. Tudjátok, jól, Isten azt mondja, hogy nem azért választotta titeket, mert minden népnél fejebb való hanem azt mondja, hogy minden népnél alávalók vagytok. És ez nem csak a zsidókra vonatkozik testvére, hanem minden egyes hívő emberre. Ez ugye a helyünkre tesz bennünket. Mikor tudjuk azt, hogy bár nem érdemelném meg, de Isten mégis elhívott engem, mégis kiválasztott engem, és rajtam egyszerű hétköznapi emberen keresztül meg tudja és meg akarja mutatni az ő dicsőségét, az ő hatalmát. Ezen az egyszerű kis gyülekezeten keresztül Isten kecskeméten tud és akar ragyogni. Be akarja mutatni az ő hatalmát. A munkahelyeden, ahol vagy, rajtad keresztül Isten szeretne jelen lenni, és szeretné bemutatni az ő szeretetét. Az, amit teszel, az, ahogy viselkedsz, és az nem úgy működik, hogy ilyen vagyok a gyülekezetben, ilyen vagyok otthon, ilyen vagyok a munkahelyen, meg ilyen vagyok a foci meccsen, meg ilyen vagyok a színházban, hanem itt mindenütt ugyanaz az ember vagy. Lehet, hogy fel tudsz itt-ott másik állarcot venni, de ugyanaz az ember vagy. És ha jó fel vagy a munkahelyen, de a gyülekezetben bunkó, akkor az, hogy a munkahelyen is bunkó vagy, csak igyeksz el takarni ezeket a dolgokat. De nagyon sokszor ez van, hogy az ember igyekszik állarcokat felvenni, de az, ami bennünk van, tehát azt mondja, hogy a szívnek teljességéből szól a száj onnan belülről jönnek ki azok a dolgok, azok a gondolatok, amik felszíre jönnek, és persze igyekszünk szofisztikáltan beszélni, igyekszünk szépen bemutatni azt, hogy milyen jó fejek vagyunk, de azért csak ott van bennünk a gyűlölet. Egyik, vagy éppen a szeretet, egyik testvére mondta azt, hogy hát ha a kecsapot megnyomod, mi fog kijönni belőle? Kecsap. Bármilyen tubust megnyomsz, az fog kijönni belőle, ami benne van. És hogyha az ember életét nyomásra helyezik, az fog kijönni belőled, ami benned van. Nagyon szép lehet a külső borító, de a piros aranyban mustár van, ha megnyomják, mustár fog kijönni belőle. Akármilyen szépen van címkézve a piros arany, nem tud belőle kijönni más, csak az, ami benne van. És belőlem sosem fog kijönni más, csak az, ami bennem van. Ezért jó például a társas játékok, ezért jó a sport, kijön az, ami az emberben van. Amikor ott tehát ifjúsági vezetők voltunk, ezt az OEM-et csináltuk éveken keresztül, Hát nagyon sokszor volt, hogy segíteni kellett a fiataloknak megnyugodni például egy foci meccs közben, mert amúgy nagyon kedvesen viselkedik a is közben, de ha felrúgják, vagy a bíró szerintem nem megfelelő ítéletet hoz, hát ki jön az, ami benne van. És próbáltunk segíteni, hogy ne úgy jöjjön ki, hogy másokat is zavarjon, de, de ki jön az, ami bennünk van. Például nekem borzasztó nehéz volt bármilyen társasjátékban is veszteni, hosszú éveken keresztül. És összevesztem a feleségemmel még közben is, amikor tisztünk, mert nem tudta kitalálni, mert hó kellett volna mondani, én meg hó pihét mondtam, és nem tudtuk elmutogatni egymásnak. És nem ment. Ő azóta nem mer velem ilyen játékot játszani, de olyan jó bizonyság volt számomra az, hogy egy kedves barátommal játszottam egy néhány hónappal ezelőtt, és ő azt mondta, hogy mennyire jó azt látni, hogy most már tudok veszteni. Mert kikaptam, és mosolyogtam, és nem volt semmi gond. És nem vettem észre magamon, hogy ebben változtam. És simán lehet, hogy elő tud még ez jönni, de én annyira vágyom arra, hogy a rossz tulajdonságaim azok tudjanak eltűnni, és legyenek esetek régi emlékek de ne hétköznapi gyakorlat, hogy újra és újra jön bennem az ideg, jön bennem az ingerültség, és folyton lázadok, és folyton támadok, mert ez nem viszi előre Istennek a népét. És ha szeretnénk Istennek az áldásait, majd ennek a sorozatnak a végén szeretném azt, hogy gyakorlati módon tudnánk beszélni, hogy hogyan tudunk Isten áldásaiban élni, és hogyan tudnak ezek az áldások működni. De nagyon fontos megint, tehát múltkorában beszéltem elég sokat arról, hogy meg kell, hogy gyökerezzünk Krisztusban, mert ő az életünknek az alapja. A következő nagyon fontos dolog az, hogy Isten országának a rendjét, azt tisztelnünk el, és alkalmaznunk az életében, ha életünkben, ha szeretnénk Istennek az áldásait örökölni. Nem működik rendetlenségben. Isten rendre hívott el bennünket, és rendet teremtett, és vágyom erre, testvérem, hogy ez a rend, ez a miénk legyen. És ha az Úr értett, akkor jövő alkalommal fogok az engedelmesség különböző szintjeiről beszélni. Addig is kívánom Istennek az áldását az életetekre, és tanuljuk meg, hogy hol és miként tudunk engedelmességben élni. Akár a munkahelyünkön, akár a családunkban. Nézzük meg azt, hogy kinek, hogyan tartozunk engedelmességgel. Jövő héten majd ehhez kapunk egy kicsi segítséget is, de higgyétek el, amikor engedelmesek vagyunk, Isten áldása meg tud bennünket találni. Amen.